Idén is gazdag a Vidor Fesztivál színházi programkínálata. A versenyprogram előadásai ezúttal is a Magyar Színház művészet műhelyeiből érkeznek. A legjobb vígjátékokat például a Budapesti Vígszínház, a József Attila Színház, a Karinti Színház vagy a Nemzeti Színház, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház tolmácsolja a közönségnek. A fiatalabb, de országos hírű alkotóközösségek közül az Orlai Produkciós Iroda, a Nézőművészeti Kft., a Szkéné Színház, a Jászai Mari Színház, Népház, a Játékszín vagy a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café látogat Nyíregyházára. Az új társulatok közül a Budaörsi Latinovics Színház, a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház, a Duma Színház, a Füge Produkció és a Vádli Alkalmi Színházi Társulás is bemutatkozik a közönségnek, hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón. Az idei versenyprogramban is 9 nagyszínpadi előadás, illetve 9 kamaraszínpadi előadás lesz látható. A fesztivál időpontja egyébként augusztus 25 és szeptember 2 között lesz, tehát egy nappal indul korábban, mint a tavalyi évben. Amit mindenképp kiemelnék a színházak közül, ugye minden évben itt vannak a nagy nevű színházak, a Vig Színház, József Attila Színház, de első ízben lesz látható a Nemzeti Színháznak is rögtön 2 előadása. A neveknél tényleg a teljesség igénye nélkül, mert a színejavait lesz a magyar színházi társadalomnak, de azért néhányat kiemelnék, a Kern András, Hernádi Judit, Jordán Tamás, Trokán Péter, Székhelyi József, tehát igazán komoly színházi egyéniségek lesznek láthatóak. Ebben az évben is 6 tagú a Vidor Fesztivál zsűrije, melynek elnöke idén első ízben Benedek Miklós Kossuth és Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a zsűriben a Móricz Zsigmond Színház társulatát is képviseli egy személy. A jelentkezők közül Széles Zita, Domján Edit díjaszínművésznőt sorsolták ki. A nézők soraiból banki osztályvezető, nyugdíjas, ügyész és gimnazista is bekerült az ítészek közé. Szintén újdonság ebben az évben, hogy a bérletesek kicsit jutalomképpen elővásárlásra kapnak lehetőséget, tehát ők már jövő hét hétfőtől megvásárolhatják a fesztiválra a jegyeket, akik nem rendelkeznek bérlettel, pedig egy héttel később. Az elővásárlási joggal rendelkező bérletesek a Vidor jegyeket július 17-e és 21-e között csak személyesen, a bérletek felmutatásával vásárolhatják meg, és előadásonként maximum 2 darab jegyet, összesen legfeljebb 4 darab jegyet válthatnak meg. Az online jegyvásárlás július 27-től válik elérhetővé az érdeklődők számára.